Sziasztok, köszöntök mindenkit egy újabb videóba. Megyünk haza, újabb vezetős vlog. Én meg közben kiparkolok innen. Most vittük az asszonyt munkába, úgyhogy jó korán van. Szemből jön egy autó, kis öreg bácsi a kis autójával. Fel vagyok öltözve, mint állat, mert olyan kurva hideg van, hogy azt nehéz kimondani is. Még ezelőtt egy-két nappal ilyen 30 fokok voltak, most meg nem hiszem, hogy van több mint 10 fok. Úgyhogy rakás szar az egész. Tiszta ideg. De nincs mit csinálni, menni. Néni is szaladjál, hogy rohadjál meg. Az meg a bokor mellől kiugrott, nem is láttam. Na, szóval hirtelen lehűlt a levegő, nagyon fasza, örülünk neki nagyon. Mondjuk ennyire éppen nem kellett volna. Az olyan 20-24 fok az olyan tökéletes lett volna szerintem mindenkinek. Nem ez a faszom 10 fok reggelente. Felkeltem, bazd meg, kiszálltam az ágyba, azt hittem, hogy befagy a seggem. Hát egy szar az egész. Na de hát mindegy, ez van. De akkor se jó ez a hirtelen változás. Együnk, veszünk egy hamburgert így korán reggel, mert kurvára éhes vagyok. És kurvára nem tudom, mit tegyek ott volt. Pedig az asszony főzött kaját, meg minden, de az valahogy most nem kívánom így reggelre. Úgyhogy berohanunk, hogy vegyünk kaját. Árulnak itt a pénzségbe, csinálnak ilyen ott készített hamburgereket, amik olcsók és kurva finomak ahhoz képest. Sőt, még jobbak, mint amit a fast foodokba lehet venni. Úgyhogy ezért megyünk oda és veszünk egyet. Hát lehet, hogy veszek kettőt, hagyjuk a kutyusnak is. Igen, van kutyánk. Erről majd lesz egy külön videó. Aztán ott lehet, hogy majd őt is levideózom, meg mit tudom én. Ja. A kamera most egy hétig nem volt nálam. Több mint egy hétig kicsit. Aj, de szerez az út. Fókusz, fókusz, jó. Tehát több mint egy hétig nem volt nálam. Egy munkatársamnál volt, mivel mentek a tengerek kirándulni, és akkor elkérték kölcsön a DSLR-emet is, meg az akciókamerát is, hogy tudjanak a tengerbe videózni, stb. Úgyhogy ez ott volt náluk, tegnap délbe kaptam vissza. És most már akkor visszaindulnak a videók is, az ilyen videók. Mondjuk nem tudom, azt mondtátok, hogy szeretitek, hát ha megkapjátok akkor. Ilyet ne csináljátok többet, ez nem volt teljesen legális és szabályos. Pont úgy, mint ez se. De a faszom fog itt forogni fél órát vagy. Tata, ne gyere hátra, hogy rohadjál meg. Na jó, megérkeztünk a pénzséghez. Ennyi lett volna ez a videó, sziasztok! Sziasztok, megvettük a hamburgereket. Vettem egyet a kutyának is, úgyse tudom, mit tegyek neki enni. És megyünk tovább, hazafele. Azt nem tudom, most még útvonalon menjünk. Megyünk itt, mert kevésbé rossz az út. Mivel mondtam, hogy a város végén lakok, így könnyen meg tudom közelíteni az elkerülőn is a tömbházat. Úgyhogy ott megyünk. Itt is szar az út mondjuk, de tök mindegy, hol megyek, mert mindenhol szar. Aj, az meg. Úgyhogy most már nálam vannak a kamerák. Jönnek videók, lehet, hogy lesz pár unboxing az elkövetkezendő időszakban, még meglátjuk. Nagyon gondolkodok az R9280X-et, hogy lecserélem egy R9380-ra.
azért 512 bit, csak 512 bit, meg 8 gigaram. Mondjuk a videókártyán azt a 8 gigaramot kurvára nem használja ki senki, csak aki 4K-ba játszik, de az is inkább aki két monitoron 4K-ba játszik, mert effektív nem tudja megzabálni. Csak az a játék, ami szarrá nincsen optimizálva. Sajnos van ilyenre példa, hogy szutyog grafika, vagy kis szar játék, aztán úgy zabálja a videomemóriát, hogy öröm nézni. Hogy basza ugyan, meg hol állsz, meg te faszfej. Úgyhogy van ilyen, de én nem látom még értelmét igazából, hogy ennyit pakoljanak rá. Nem sok ember teheti meg, hogy ilyen multimonitoros 4K berendezést csináljon magának. Azoknak meg úgyis pont leszarják, mert nem egy videókártyával fognak játszani. Mondjuk memória az pont nem adódik össze, hogyha több monitort használ, vagy több VGA-t használsz, de akkor is az felesleges. Az kurvára felesleges. De hát valamivel el kell adni a kártyát. Már hogyha teljesítményben nem annyival erősebb, mint az Nvidia-nál, mint amennyire kellene, akkor legalább az ilyen számokkal tudjunk dobálózni, hogy 512 bit, meg 8 giga RAM. De hát azért ők is tudnak, mert én még mindig AMD party vagyok videókártyába és processzorba is. De ez van. Na hát én itt lakok máskülönben ebben az épületben. Most aki váradi vagy romániai, az mindenki tudja, hol lakunk. 120-an lakunk a tömbházba. Keresd meg! Amúgy meg akit érdekel, nyugodtan még a címemet is megadom, jövünk, azt megiszunk egy sört. Nem félünk ilyesmitől. És mi rosszat tudnátok nekem csinálni? Törölnétek a YouTube akontom? Azt se tudjátok. Rátukuszítom az Amstaffon. Jaj, na jó, megérkeztem. Legyetek jók. Sziasztok.